Kedves nézőink, Lélekkel szárnyaló ének címmel tartottak Remenyik Sándor estet szombaton a Jézus szíve templomban Táncsics Tamás önkormányzati képviselő szervezésében. A műsorban Dominek Anna színművésznőt, Farkas Andrást, a Zeneakadémia klasszikus éneszakos hallgatóját és a Szent Cecília kórus láthatta a közönség. Most ide látogathatnak el velünk. Remenyik Sándor művész. Ütött az élet, durva póri hadnak tűrte orcátlan győztes röhelyét. Én rátkajunk, és megsimogatlak. Az országútól rád fröccsent a sára, lerólad égi látva égetem. Az én oltárom megtisztulva vár. Emésztő láz kavarja gyötri véred, én minden vágyat dalba szűröm át, és bizonyulva megnyugtatlak téged. A lehetetlent űzöd seborítva, jel hadd a hajszát, itt minden üdvösséged megvan írva. Akit legjobban szeretsz, elhagyod. Kifosztott ájulási gyönge vagy. Gyer, támaszkodj rám, én erős vagyok. Nevetsz, hogy buborék vagyok csak, álom. Kövess, és lássa bámuló szemed, hogy úr vagyok én, millió halálom. Én megérintem hűvös szürkeségem, én új mígász. S e bűvös kéz alatt izzó aranyjá lesz, amihez élek. Ha van halott virágod, add ide. Márcs medencébe száraz szírmaid, s íme mind illatos, bársonyos színe. Ha gondod van még, szegény beteg, álma, a léghajomból rendre kihajítjuk, úgy levesz majd az őrült magasság. Tudom, követ a köznap, porkolálod. De én ragadlak ünnepi tetőkre, és fenn egy percre elmondom a láncot. S ha alászállunk, vár a hűs avar,
testvérlevét, testvérlombot takar. Ott is, otthon vagyunk. Ha megkeményedünk és megfagyunk, zuzmar a csillog rajtunk. Hermeni. Bíbor után a fehér hermeni. Bizony szépek vagyunk. Látjátok felénk, hogy mit vagyunk? Ha végre földanyánk része leszünk, ott is szépek leszünk, ott is otthon leszünk. És áramoság, csak egy van felénk. Az erdőn kívül lenni, otthontalannak, hazátlannak lenni. Nagyvárosok rideg utcakövén a széltől sepertetni, sok más szemétkel összekevertetni. Árhasság, csak ez egy van felénk. S amíg itthon vagyunk, bizony bíbor és bronz és arany, és örökkévaló, szent szépség vagyunk.